A honvédség után a rendőrség is határvadász toborzót indít. 3000 újoncot akarnak felvenni, akik egy fél éves képzés után májusban már a határnál lehetnek. Az országos rendőrfőkapitány szerint nagyon sok ellentmondásos hír van a határ mentén szolgálatot teljesítő egyenruhások elhelyezésével és szolgálat ellátásával kapcsolatban. Hónapok óta ezekkel a megdöbbentő fotókkal vannak tele a közösségi oldalak és az internet. A határ mentén szolgálatot teljesítő rendőrök és katonák munkakörülményeit mutatják be. Az érintett egyenruhások közül senki sem mer nyilvánosan beszélni, mi is az egyik civil szervezetet kérdeztük. Az Értük Veletek csapata egy éve folyamatosan segíti a határon szolgálatot teljesítő egyenruhásokat. Eleinte még a legalapvetőbb dolgokat, például ásványvizet is ők vitték a katonáknak. Egyik aktivistájuk szerint mostanra az ellátmánnyal már nincsenek gondok, a körülmények azonban változatlanok. Saját maguk oldják meg a körülmények adta lehetőségek szerint. Ez lehet például bokrokról levágott fágak, lehet kukoricaszárból összetákolt napelvédő. Ugye az esőelemek sok mindent nem érnek, mert a víz az mindenhol bejut hozzá egy szerencsétlenekhez. Az országos rendőrfőkapitány szerint sok az ellentmondásos hír, és folyamatosan javítják a körülményeket. 1,9 kilométerenként van átlagban egy esőbeálló, és jelenleg 37 darabnak a képítése zajlik, és 118 darabot szeretnénk építeni. És nagyon sok ellentmondásos hír látszódik ugye az elhelyezéssel, a szolgáltatással kapcsolatban. Pap Károly arról is beszélt, hogy a honvédséghez hasonlóan szeptember 1-én határvadász toborzást indítanak. Az újoncok őr vagy járőrtársként fognak dolgozni, és a rendőröknek járó minden jogosultságot megkapják, vagyis akár lőhetnek is. A rendőrségi törvényben rögzített intézkedéseket, kényszerítő eszközöket alkalmazhatják és használhatják, abban az esetben, hogyha annak az alkalmazási feltételei fennállnak. Tehát nem félkész rendőrök lesznek, nem másodlagos rendőrök lesznek. Vadai Ágnes, a Honvédelmi Bizottság DK-s tagjaként azt mondja, a toborzás is azt mutatja, hogy megbukott a kormány rendészeti és honvédelmi politikája. Nem is véletlen, hozzáteszem, hogy toboroznak nem csak a rendőrségnél, hanem toboroznak a katonáknál is, mert egyre több egyenruhás úgy gondolja, hogy inkább távozik a testületből, leginkább nyugatra, mint hogy ezt a munkát elvégezze ilyen körülmények között, ilyen fizetésért, és ennyire alacsony társadalmi és kormányzati megbecsülés mellett. A tervek szerint novemberben kezdődik az első képzés, az újoncok május végén már a határnál lehetnek. A kormány két hete döntött arról, hogy 3000 új rendőrrel növelik a határvadász századok létszámát.